Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy almás mákos rakott tésztát hoztam nektek most, egy házi édességet. Ami előkészületet csináltam, az annyi volt, hogy egy 10 dekányi vajat kivettem a hűtőből, hogy szépen engedjen ki magának, és egy 10 dekányi mazsolát, de ez tetszőleges, lehet kevesebb is, neki is hagyható, beáztattam sima vízbe, de lehet rumba is, vagy rum aromába is áztatni. Ennyit tettem meg, és most annyi van, hogy feltettem vizet forni, tesszük fel a tésztát főni, ez az alapja. For a vizem. Szokásos módon teszek bele sót, én egy púpos evőkanállal teszek, ennyi mennyiségű vízbe. Egy 1/2 kiló tésztát fogok megfőzni, széles metéltet. Mondjuk ez nekem bolyhos metélt, mert most ilyet kaptam a Pennybe, az van hozzám a legközelebb, de teljesen mindegy. Akár fodros kockából is készülhet, spagettiből is, teljesen mindegy, ami van otthon. Ezt megfőzzük, és általában a csomagon rajta van, hogy hány percig kell főzni forrástól a tésztát, hogy jó legyen, azt érdemes betartani, jó? Lefedem. 8 vagy 10 percet fog igényelni a tészta főzése forrástól. Kavarjunk már bele egyszer vagy kétszer, jó? Miközben fő a tésztánk, 6 darab tojást ketté választok, fehérjére, sárgájára. Igyekszem mindig külön, nehogy valami baj legyen, sose tudni. A sárgájával dolgozunk tovább, a fehérjét félreteszem addig. Közben kimértem 20 dek a cukrot, ez lehet porcukor is, teljesen mindegy, vagy kristály. 2 csomag vaníliás cukrot, ami 8 g most nálunk Magyarországon, úgyhogy 16 g a 2. Ez lehet vanília aroma is, ízlés szerint. És ezt itt ezzel a 10 dekányi vajjal, amit érdemes tényleg kivenni előre, hogy jó kis puha legyen, mert könnyebb dolgunk lesz, fel fogok habosítani. Akkor most jön bele a méz. Mérem, hogy mennyit teszek, így kanállal lehetőleg. Három evőkanál méz, jó? Akinek nincs méze, akkor ugyanennyi evőkanál cukrot legyen szíves, tegyen bele, jó? Ez olyan 7-8 deka a mézből. Megy bele egy citrom reszelt héja. 2 deci tejfölt fogok beletenni. Egy teáskanál fahéj. Egy csipet só. Ezt összekeverem. Ezt összekevertem, közben már bekapcsoltam a sütőt alsó-felső sütésre 200 fokra, majd visszavesszük, hadd melegedjen, mert nem sokára ott fogunk tartani, hogy berakhatjuk, mert amit nem mutattam, de közben a tészta megfőtt, leszűrtem, átmostam hideg vízzel egyszeresen, de nem hűtöttem ki teljesen, csak ne legyen annyira forró, ennyi a lényege, hogy ne följön már meg ez a tojássárga réteg benne, hogyha egyből összekeverem vele, ennyi volt a dolgunk. És akkor most már 25 dekányi mákot teszek bele. Jó, darált mákot. 2 darab almám van, amit most meghámozok, és le fogok reszelni. Ez olyan 40 dekányi lehet, mire meghámozom. Beleöntjük a mazsolát is, de csak akkor, hogyha szeretitek, jó, ez nem kötelező. És akkor így összelazítom az egészet. De már ezt fakanállal, jó? Akkor egy nagyobb edénybe kiborítom a tésztát, és akkor ráborítom ezt a masszát. És most reszelem rá az almát, azt a 2 darabot. És akkor már csak annyi dolgunk van, hogy ezzel együtt összekavarjuk az egészet. Ahogy tudjuk, jó? Összekavartam, és akkor ilyenkor ne legyetek már szégyellősek, léci. Kis ujjatokat dugjátok már így bele, nem kell ebbe belerni olyan mélyen, csak megnyaljátok, jó, utána lemossuk. Hogy érezzétek meg, hogy elég édesenektek. Ha így ízlik, akkor így maradt, jó?
Nekem ez így tökéletes, és akkor most csak annyi történik, hogy a tojás fehérjét, ami itt várakozik mi ránk, egy csipetsóval, ezen sem kell fennakadni, hogy most mekkora az a csipetsó, hogy kicsit nagyobbra sikerül, akkor sincs semmi gond, jó? Felverjük a habot, vagy hogy habnak a fehérjét, és utána mutatom. Ha jó kemény a hab, akkor a tésztánkhoz keverjük a felétől egy kicsit többet, jó? És ezt még összekavarjuk, összeforgatjuk a tésztával. Kivajasztom a tepsit, ez lehet olajozva is, vagy zsírozva, és akkor egy kis zsebremorzsát tettem bele, de ha nem ezt tesztek, akkor lehet simán liszt is, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a kis kavarmányunkat bele fogjuk engedni. Ez nem kevés adag, 8 főre biztos elég. Ha gondoljátok, felezzétek a receptet, ha kevesebb főre készítetek. Nagyjából eligazgatom, nem száraz egyébként. És azért hagytuk ki ezt a kis fehérjét, hogy a tetejét védje, hogy ne száradjon ki, ne égjen meg a tészta semmiképpen. Ezt úgy eloszlatom rajta. Ebből nem kell vastag réteg, csak éppen, hogy egy kis védelmet nyújtson, és ennyi lesz a dolga. 180 fokra visszavettem a sütőt, alsó-felső sütésre beteszem, majd mondom, hogy meddig volt bent, jó? Készen vagyunk, kivettem a sütőből, nekem 45 percet igényelt, de lehet van, akinek 50 percet fog, majd nézegessétek a tetejét, jó? És akkor én nem vártam már meg, hogy kihűljön, mert nyilván akkor szebben lehetne szeletelni. Nálunk ez nem fontos, mert hogy mindenki szeretné már megeszegélni, mert akkora illatok terjengtek itt a citrom miatt, és nagyon javasolnám, hogy ha megtehetitek, akkor citromot mindenképpen tegyetek bele. Ha mézet ki is hagyjátok, de a citrom az nagyon jót tesz neki. És akkor megkóstolom, de egy kis porcukrot fogok szórni a tetejére. Halljátok, hogy van ilyen kis nedvesség tartalma, tehát nem egy száraz étel, lett végül is, és ez akár lekvárt, amit én is most fogok alkalmazni, lehet eszegélni, vagy lehet csinálni hozzá egy pudingot hosszú lére, azt úgy értem, hogy nem fél liter tejjel, hanem kettőször annyival, mondjuk egy liter tejjel engedünk fel, de legalább 8 decivel, és akkor azzal le lehet önteni. Na, kóstoljuk csak meg! Én egyébként nem bajlódnék semmivel. Szerintem ez így nagyon jó. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, aki elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!